Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Képzeljétek el, elértük az 50 ezer feliratkozót a YouTube csatornán! Én rettentően örültem, kezdve reggel felébredtem, megnéztem, és több mint 50 ezeren voltunk. Én mindenkinek nagyon meg szeretném köszönni a feliratkozást, a sok hozzászólást. Mostanában a rettentő sok hozzászólást kaptam a videókhoz megint, én mindenkinek nagyon meg szeretném köszönni. És ahogy ígértem nektek, a hétvégén vagy jövő hét elején sorsolni fogunk. Ugye mondtam nektek, hogy elérjük az 50 ezer feliratkozót, ki fogjuk sorsolni azt az okos órát, amit egy-két hónapja mutattam nektek. Mivel nyuszi, lemész? Jaj, te! Majd valami érdekes játékot kitalálok, vagy hogy legyen, valami érdekes kérdést, vagy még gondolkozok rajta, majd meglátjuk, és na mindegy, amúgy ma nem más fogunk csinálni, mint délután van jelenleg mi nálunk, képzeld el, elszakadt a munkás sapkám itt hátul, és így most leesik a fejemről. Nekem van sok sapkám, mutatom neked, ugye én szeretem a sapkákat, itt vannak a sapkáim, van egy ilyen sárga sapkám, van egy ilyen kékes Mazda sapkám, aztán ezen kívül hol kezdjük? Egy MX-5-ös sapkám, ugye amit apukámtól kaptam, van egy ilyen Disney sapkám, amit ugye a Disneylandbe vettük, van egy ilyen Levi's-es sapkám, aztán ez a Lucas Toy Story sapkája, ugyanis ő is szereti a sapkákat. Ez pedig az utolsó, amit kaptam apák napjára a Lucas-től. Gyere, Nyuszi! Na visszajött a Davis. Amit akartam nektek mondani, van sok sapkám, csak sajnálom őket befogni munkába, úgyhogy elmegyek és veszek egy ilyen olcsóbb sapkát, aztán ma délután legalábbis elmegyünk. Ja, kell a sapka? Melyik sapka? Az a kék sapka? Sárga sapka? Ugyanis ilyen olcsóbb... Na, felrakjuk a fejünkre, jó van. Melyiket? Ezt? Ezeket a sapkákat nagyon szeretem, és nem nagyon akarom befogni munkába, úgyhogy gondoltam, veszek egy ilyen olcsóbb sapkát, ilyen $2 Gold Coastos sapkát, amit mutattam nektek. Na, egyszer csak egyet tudok fejemre tenni. Ja, várjál, tessék, odaadjuk neked, jó? Nézd. Na, nézzél, látod? Szépen nézd meg ki. Valószínűleg ilyen Gold Coastos sapkát fogok venni, ilyen olcsóbb változatot. Mit? Azt is a fejemre tesszük. Jaj! Na, nézd! Felöltöztünk. Látod, van mindenkinek most egy sapkája, amúgy a Davis is szereti a sapkákat, de lehet, hogy csak azért, mert szereti őket levenni, meg feltenni, és amit akartam mondani, ja, azt is felrakjuk így kettőt a fejemre, jó? Így kettőt. Aztán, amit akartam mondani, vagy kérdezni, ti szeretitek a sapkákat, vagy nem? Vagy ki az, aki szereti a sapkákat? Ugyanis én általában csak munkábordok sapkát, meg kivéve, hogy elmegyek a Mazdával, vagy mikor a tengerparton. Jaj, de szép vagy! Amit akartam mondani, régen nekem a kedvenc márkám az Adidas volt, nem tudom, hogy miért, de én az Adidas nagyon szerettem, valaki annak idején a Nike-t szerette, és bár amit akartam mondani, mostanában egy jó ideje, tehát nem vagyok ilyen, hogy egy márkát annyira, de annyira szeretek. Tehát ahogy láttátok, hogy látod ilyen Levi's polót, szoktam venni nem a márka miatt, hanem azért, mert olcsó áron meg tudtam annak idején venni, és bevásároltam belőle. Mit mondasz, Nyuszi, mit? Nem azon a tévében, amit akarsz nézni. Na, bejöttem ide hátra, a Davis ott tudja nézni a műsorát, most kezdődik valami ilyen rajzfilm, amit nagyon szeret. Tehát amit akartam mondani, régenből én bevásároltam, tehát azért láttok ilyen Davis-es pólóba, általában jó áron le volt árazva, tehát többet megvettem belőle. Aztán mutatom még, melyik a kedvenc márkám. Ezt, amikor Amerikában voltunk, akkor vásároltam, ugyanis ott nagyon jó árért meg tudtam venni. Várjál, mutatom. Nem mutatom, ugyanis ott van bent a feleségem, nem most, aki ugyanis még rajtam volt tegnap. Meg kettő van amúgy csak belőle. Na mi ezzel, Nyuszi? Amit akartam kérdezni, közben jött a Davis, rajzfilmnek nem tudom, vége van, vagy mi ezzel? Nektek mi a kedvenc márkátok? Vagy mindegy, hogy ti is, hogy mit vesztek fel? Régen, ahogy mondtam, és szerettem mindig Adidasba járni. Ha megtehettem, vagy meg tudtam venni egy pólót, akkor én nagyon meg szerettem venni, de most már nem annyira, egyáltalán nem ér. Érdekel azért, de azért szeretem mondjuk ezt megvenni, mert mondjuk le volt árazva, és jobb áron volt mondjuk mint egy sima póló, és mondjuk jobban megvan varva, nem használódik el ugye annyira, de nehéz fülező, hogyha a Davis jön ki be. Mi, Nyuszi? Mit csinálsz te? Amúgy ágynemű húzás van mi nálunk, látod? Lával húzva, múltkor beteg voltam, én is csak a feleségem is, úgyhogy most át lesz húzva. Úgyhogy gondoljátok, írjátok meg nekem, hogy ti melyik márkát szeretitek? Én amúgy szeretem mindegyiket, hogyha olcsó áron, vagy jó áron. Meg tudom vásárolni. Mi, Nyuszi? Na mi ez? Te is jössz sapkát venni, vagy nézni, vagy mit csinálni? Mi? Megnézzük, mit csinál a Lucas, aztán valószínűleg, hogy eljön velem. A Davis az meg mit csinálsz? Bohozkodsz egyet az ágyon? Te!
Amúgy ebben egyben, egy-két napban nem tudom miért, egy kicsit nyűgös lehet, hogy megint jön a foga vagy valami. Ja! Na mi a helyzet, Lucas? Hogy áll a hajad? Megint le kell vágni, azt hiszem. De jössz otthon mehet, csak kettem még. Gyalogunk vagy sétálunk? Vagy autóval megyünk? Autóval. Na, ennyi. Hogy csak 2 perc, de... Na, úgy döntöttünk a Lucasszel, hogy autóval megyünk. Mármint a Lucas döntött, úgyhogy autóval megyünk. Amúgy jó az idő, ugye? Egy kicsit fúj a szél. Aztán a Lucas, nem tudom, látod-e, vagy nem látod, vagy lehet, hogy meglátod. Allergia szezon van, és ilyenkor a szeme így csinál, egy kicsit úgy pislog, többet pislog, mint általában. Hogy miért van, vagy mire allergiás, fogalmam nincsen. Valamire biztos, hogy allergiás, biztos valamilyen virágos porra, vagy valamire, nem Lucas? Én nem tudom. Te nem tudod? Amúgy azt mondja, ő nem is pislog. Pislog, kicsit többet, na minden. Elmúlik neki ilyenkor, általában szokott pislogni egy ilyen hétig, két hétig, aztán elmúlik neki. Na már tolatok. Még mielőtt ugye valaki megkérdezte, hogy mi a baj a Lucasnek a szemének, miért pislog annyit, csak gondoltam, hogy elmondom nektek, hogy miért. Úgyhogy kimegyünk innét, a kapu be van zárva, ott szembe, úgyhogy ezt meg kell várni, még kinyílik. És akartam kérdezni, Lucas, neked mi a kedvenc márkád? Az mi? Például van egy pólód, milyen pólót szeretsz jobban, vagy van-e, vagy nincsen ilyen, hogy a kedvenced mondjuk az Adidas póló, vagy a Nike póló, vagy... Én nem tudom, van sok póló, mit szeretek. Én fölteszek most, jó, a Minecraftot. Ja, a Minecraftot. A Hulk vs. Hulkbuster is nagyon jó, Batman vs. Superman. Ja, de az nem márka, ugyan. Na minden, én mondtam, hogy nekem régen, mikor, már azt mondtam neked is, mikor annyi idős volt, nem, egy kicsit idősebb voltam, mint te. Ne, Adidas, mindig Adidas sapkát akartam, vagy Adidas pólót, én nagyon szerettem, most meg, ja, most ez a Levi's, de mondtam, hogy csak azért, mert jó áron van. Mindig azokat a márkát szeretem, már mondtam neked, amelyik jó áron van. Mindegy, hogy milyen márka, csak jó áron legyen. Na várj, átvédjük a sárgán, pont át is értünk, és meg is jöttünk. Aztán itt most meg is parkolunk oda. Látod, már ide is értünk. Csak hogy hol állunk meg, hol van az a bolt, hova megyünk? A túloldalt! És milyen hány az óra? Menni? Mit? Milyen boltba kell menni? Abba a sapkásból. Ajaj, jajaj, 4 óra, 42 perc van. Oda nézzél. Látod? Azt tudod, mit jelent? Nem. Az, hogy 15 perc múlva bezár a bolt. Úgyhogy oda kell rohannunk. Lehet, hogy ebből már nem lesz most sapka. Vagy max sietünk. Na, hova álljunk meg? Ide, várjál. Ide leparkírozunk. Nyik. Na itt vagyunk, melyik sapka tetszik? Ez a régi sapkám, ez a munkás. Köszönöm azt! Vagy ilyet? Olyat? Ez is jó. Ez is. Na leesett, vegyed fel. Lucas, egy ilyet. Ez szép. Ez szép lányos. Jaj, pirossal. Én azt mondom, hogy pirossal. Vagy fehérret. Next 15 you. Ez a fehér gólkosztos. Piros. Na várjál, mindjárt választunk egyet. Na, onnan nézzél, ez az új munkás sapkám. Látod? Szerintem jó lesz. Szép, fehér, olyan festős munkás sapka. Már iszakik a szemüvegemet. Mi be kell állítani a méretet, mert nem a legjobb. Na, várjál. Na, megjöttünk. Mit? Hány óra van? 4 óra 55 perc van. És bezár percben. Ja, úgyhogy pont odaértünk. Amúgy beállítottam a sapkát, nézegettem, ami nyit órá volt ez a sapka. Hogyha ilyen márkásabb sapkát akarsz, akkor találni a 20 dollár, 25, attól függ. És a 4 dolláros sapka, ugye lehet látni azért 4 dolláros, tehát lejönnek egy kicsit a cérnája itt elől, meg... Na minden, ami nem mindig azt jelenti, hogyha mondjuk olyan, nem, mert ez ugye ilyen márkátlan, nem, ez nem azt jelenti, hogyha mindig ilyen márkátlan ízét veszel, semmit mondó, valamit, hogy az mindig rossz, mink ez pont nem a legjobb, de múltkor képzelve bementem az egyik boltba, a Targetbe, és vettem egy fehér pólót, egy ilyen sima fehér pólót, és a minősége, mennyi fizet? 5 dollár volt az a póló, nem? 5 dollár fizettem azért a pólóért, és a minősége, nagyon jó volt a minősége, talán jobb a minősége, mint ennek a Levi's pólónak, komolyan mondom. Úgyhogy, na minden. Megyünk hazafelé. Aztán a sapka, ami meg így néz ki a fejemet, na már szemüveggel nem jó. Ha rárakod a fejedre, látod, hogy ilyen össze-vissza. Ja. Ugye? Mi akarom mondani azt? Ugye ezt a sapkát szemüveg nélkül kell felvenni, bár munkában nem is hordod. Na, szemüveged. Az van ráírva, hogy Gold Coast. Mi van ráírva? Gold Coast, micsoda? Gold Coast Beach, PC-be, Ausztrália. Na.
Úgyhogy, ami azért vettem fehéret, mert nálunk nem tudom, Magyarországon mit vesznek fel a festők, de nálunk fehér, általában fehér ruhában, a fehér pólóban, a fehér nadrágban, kivéve én néhány piros fölsőben vagyok, meg kékben, mert... Na mi? Én szeretem az ilyen színes dolgokat, de amúgy fehérbe kell lenni, tehát hogy elmész dolgozni valahol a festőnek, valakinek ugye, általában fehérbe van minden festő. Ez azért kerestem fehér sapkát, próbálok nem kitűnni a többiek közül, az öcsém meg apukám közül. Na várjál, menjünk balra. Mi van, elaludtál vagy mi van? Hosszú volt az mai nap? Ja. Hozzá megyünk, még mindig tanulás lesz. Pirosat kapunk, oda nézzél, pirosat kapunk, aztán... Piros. Te. Amúgy jövő héten azt mondta Lucas, menjünk a moziba. Miért menjünk a moziba? Mert? A Doctor Strange-nak. Ja, nem tudom mi lesz a magyar címe, és valamilyen Doctor Strange, én nem butáskodok. Ja, de mi... A doktor, de csak a kely a színek a doktorba. Ja, de lehet, hogy Magyarországon másnak hívják. Na, ilyen Marvel-es movie. Doctor Strange. Most ma magyar bemutató is. Ma már igen. Volt egy magyar bemutató, és mondta doktor egy kejvel a színak a doktorba. Na, igen. Aztán, mit kaptál a futásodért? Semmit. Ki kellett neki tölteni egy papírt, hogy miért van ott. Ugye le kellett írni, hogy azért bent az irodában, mert futott, és hogy többet ilyet nem fog csinálni, ugye? És mennyit kellett várni? Talán 2 percet. Azt mondta 10 perc a büntetés, vagyis azt mondták, de nem kellett többet várni, mint 2 perc, úgyhogy meg is mehetett is tovább. Ugye semmit nem kapott ilyen nagy büntetést a Lucas. Ugye nyuszi? Nagy nyuszi. És hazajunk, aztán játszunk a kis nyuszival. Na. Nem, a nyuszival játszunk. A nyuszival. Ez, a nyuszi, na, az nem a nyuszi, az én fülem, te ne hülyeskedjél. De te mindig csomod, aztán ez a fülem. Ja, de ne letéped a fülemet a helyére. Tudom, azt akarom csinálni. Ja, persze, azt. Csak kiveszem ezt. A fülbevalomat nem edd ki. Olyan én szép. Hozzáértünk, a család kint játszik ott az udvaron, ugyanis az RK az udvar nálunk. Mutatom neked ezt az okos órát, ugyanis lehet, hogy pár ember nem emlékszik rá. Így néz ki, látod? És még mindig működik. Jön egy ilyen kábellel, látod? Úgyhogy a szerencsés nyertesnek majd ezt fogom elküldeni. Ilyen fekete. Fekete szíja van? Fekete, nem? Vagy barna? Feketés barna. Sötét, na milyen? Amúgy működik, van benne egy ilyen kamera itt valahol, látod itt? Ja, ott van ott a kamera benne. Van rajta egy ilyen gomb. Össze tudod hangolni az Android telefonoddal, meg az iPhone-oddal is. Bár az Android telefonnal jobban működik, mint az iPhone-nal. Legalábbis ez volt beleírva a leírásába. Az iPhone-nal is működik, de nem minden funkció. Azt mondták. Úgyhogy, várjál, ezt most visszacsomagolom. Megnézem, mit csinál a családod kint. És válaszolok egy pár kommentre. Ugyanis el vagyok megint maradva, nem volt tegnapi időm, meg ma is későn értem haza. Úgyhogy, na várjál, elrakom az órát. Megtanultunk! Mármint legalábbis a Lucas megtanult, bejött közben a Davis is, szervusz Knuszi, és nem másra játszunk, mint a távirányítós autóval. Mármint az ő távirányítós autójával. Most mi van? Porszívózni fogsz? Te! Egész eddig ezzel a távirányítós autóval játszott. Nem tudtam videózni, mert ilyen... Ja, opa! Na, látod, ilyen hangokat ad, és... Tetszik ez az autó? Mi? Én játszok vele? Na, add ide. Tud előre menni, látod? Meg tud pörögni körbe-körbe. Kivéve, hogyha a Davis tologatja. És az a baj, van egy kicsikét hangos. Ami egy darabig elmegy, hogy idő után kezd idegesíteni az ember. Legalábbis engem, meg a feleségemet, meg még a Lucas-t is. Amúgy a Davis nagyon szereti. Látod? Mondjuk ez bár az, hogy lehet tologatni is. És mindig ilyen hang, ilyen, tudom, mit ne rárakni, ilyen hanggombot, vagy mint tekerőt, vagy le lehet halkítani, meg fel lehet adni hangot, hogyha akarod. Bár a legtöbb játékon amúgy van ilyen gomb. Van rajta 3 fokozat. Van közepes, amikor ugye elmegy a hang, meg van, amikor felnyomod teljes hangerőre, és ezzel nincsen hangerő. Nem úgy jó játék. Te! Vigyázzál magadra! Ajja! Mit csinálsz? Látod? Megy minden felé. Amúgy látod? Kezd sötétedni. Most már elég sokáig van amúgy világos. Mennyi az idő? A 6 óra van mindjárt. Ja, mit mondasz? Mit mondasz? 6 óra van mindjárt, nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy nem, de nem régen, most már egy pár napja mondtam, hogy 5 óra 30 van, és már sötét van. Látod, még világos van. Ami azért, mert nem sokára itt van a nyár. Még egy hónap, és itt van a nyár. December 1-től kezdődik a nyár. Mit csinálsz? Bohockodsz? Mi? Na mi lesz? Lesz vacsora, vagy nem lesz vacsora? December 1-től kezdődik a nyár, és mehetünk megint fürdeni a tengerpartra. Bár múltkor lezárták, képzeld a tengerpartot, mert jöttek a cápák. Ja, és lezárták az egész tengerpartot, nem lehetett fürdeni.
Azt hiszem, hogy most már újra kinyitották amúgy. Hova ez az autó? Hova? De azt hiszem, most hogy játszunk tovább, aztán lassan vacsorázunk. Hm? Mit szólsz hozzá? Nézd, hogy pörök. Látod, pörök körbe, 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 körbe. Engedd el a gombot, és akkor meg fog állni. Hm? Ott, de itt a táv, ott a táv, hol a, itt a távráintól, látod? Még szerencsére nincs rajta több gomb. Meg kell nézni, képzeld el az internetet, ugyanis azt mondta Lucas, hogy nem működik. Megnéztem a számítógépen, nekem működik az internet, úgyhogy nem hiszem, hogy a modem megvagon, de belekukkolok. Azt mondta, akkor is nézzed meg, mert valami nem jó vele. Mondtam, hogy nem a modemmel odanéz, látod, minden lámpa zöld. Mondtam, hogy minden lámpa zöld az. A másik, odanéz, látod? Én nem látom, de mindjárt kamerával megnézzük, hol a másik. Ott, látod? Zöld minden, nem piros rajta, semmi se, amit tudtam, ugyanis nálam megy az internet. Mondta neki, hogy valószínűleg újra kell indítani a gépét, mert valamit nem tudom, mit csinált rá. Aj, te, mindig ez az internet. Nem tudom, emlékeztek, amikor ide beköltöztünk, olyan lassú volt az internet. Most már úgy jó az internet, lehet mondani jónak. Néha napján megy olyan 30-40 megabyte per szekundum a letöltés, a feltöltés, meg olyan 30 körül megy, úgyhogy az olyan túl rossz. Ahhoz képest ugye, amilyen volt a legelején, ilyen 1-2-vel mennek, 5 megabyte per szekundum, úgyhogy, na milyen? Amúgy ahova az új helyre majd költözünk, nem tudom, hogy hova, de valószínűleg nem lesz ilyen gyors internet. Ami abból nem lesz jó, hogy a feltöltés ugye megint olyan lesz, mint régen valószínűleg, hogy kb. 8-10 óra egy videónak a feltöltése a YouTube-ra. Tehát most is, hogyha véletlenül ugye elfelejtem, vagy nem szerkeztem meg időben, még délelőtt, hogyha itt vagyok, ugye fel tudom gyorsan tölteni, meg tudjam veletek osztani délután, ilyen 2-2:30 körül, de az új helyen, ugyanúgy, mint ahogy a régen is, nem tudtam. Tehát, hogyha nem indítottam el este olyan 10 órakorra legalább, hogy reggelre felmenjem, akkor aznap vagy nem tudtam megosztani a videót, hogy el kellett rohanni ugye a szüleimhez, és, mert ugye önálló gyors az internet. Olyan 80 megabájt per szekundom egy kérdezet, de jó, négy szoktam ilyenkor gyorsan feltölteni. Na mindjárt, ma meglátjuk, még mindig van egy jó pár hónapunk, amúgy. Nyuszi, mit csinálsz? Hm? Itt a feleségemnek a régebbi telefonja, ami nem működik, most azt nyomogatja, próbálja Davis bekapcsolgatni. Úgyhogy az nem működik, ez most egy ilyen játéktelefon. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsikét rendet kéne rakni, oda néz, látod? Játék. Az a baj, hogy rendet rakunk, és rá 5 percre így néz ki megint az egész. És sok értelme nincsen neki. Mit csinálsz? Na, mi a helyzet? Semmi. Fűrés, alvás, vacsora. Mi van a számítógépére? Mit néztél? Semmi! Nem árulod el. Nem porn? Semmi! Hát még nagyon remélem, hogy nem azt nézte. Még nem vagy azért annyi idős. Nem. Na minden. Ne hülyeskedjél. Mi akartam mondani? Többen kérdeztétek, amikor lesz játékvideó újra. Ugyanis ahogy láttátok, a angol csatornán, a játék csatornán egy ide nem volt videó. Ugyanis beteg voltam, elfoglalt voltam, nem volt idő, és csak ezen a csatornán voltak videók. Játékvideó. Lucas, mikor lesz újra a játékvideó? Én nem tudom. Nem tudod. De ha lesz, ha lesz, akkor... Mivel csinálunk? Mit? Mivel csinálunk, ha lesz? Nem tudom, még mindig van egy pár... Van az a... Az versenyautós, az a VRC-s, nem? Ja. Úgyhogy lehet, hogy majd azt meg más játékod. A héten már biztos, hogy nem, ugyanis ma már milyen nap van ma? Szerda, nem? Holnap már csütörtök, holnap megint nem érek rá, mennem kell, pénteken nem tudom. Jövő héten biztos, hogy lesz valami. Ma meglátjuk, hogy melyik játék, azt még nem tudjuk. Amúgy mit akarsz vacsorázni? Én nem tudom, csomni ezt a pizza megint. Milyen pizzát? Nincs pizza. Mit kaptam, jesztem meg. Melyik pizzát akarsz enni? Ja! Megnézzük, hogy van-e még. Ez van, a pizza, ez a... Hot slice. Van. Hát, mi az, hogy hármat tettél tegnap? Megnézzük a fogyasztóba, úgyis ez a fogyasztott pizzát akar enni, na már. Na! Mutatom. Valahol itt van. Ja. Van. Ez. Az a spinny! Jaj, ez a spenótos, ez a feleségem kedvence. Ez az egy, mint a mami. Ez az én. De nevedd ki. Ez az. Ez az enyém. Hát ez milyen törött egy pizza? Az na minden, megkérdezzük. Az milyen? Én nem tudom, de rakjad vissza, lesz-e vissza egy mindenhova. Én kérem megint, jó? Jó, mindjárt megkérdezem a feleségemet. Megkérdezzük a mamit, hogy hát valamit. És ha nincs, akkor mit kérsz? Mit? Mondom, hogyha nincs, akkor mit kérsz? Én nem tudom, mindig kapok. Mit mindig kapsz? Mit te csinálod? Mit? A Tamáshoz van. Ja, az a meleg szemvicset mondja. Várj, megnézzük, hogy van-e még olyan krém. Nem krém, az az alap, az a pizzás... Mutatom. Ez. Be van csomagolva.
ezzel szoktam bekenni a kenyeret, és ilyen meleg szemics, ilyen pizza krém, látod? Csak ki van bontva, azért van becsomagolva most. Hogy van? Na, menjél vissza. Ahogy van sok sajtunk, látod? Mindenféle fajta sajt, ugyanis mi szeretjük a sajtot. Főleg a Davis valamit csinál, amit a Davis ott fürdik be. Ugye ezt a mai videót itt most én azt mondom, lassan befejezem, ugyanis fürdés, alvás, vacsora, vagy először fürdés, után vacsora, aztán alvás, mármint a gyerekeknek. Na mit láttál? Na milyen videót nézel? Az semmit! Mit akartam mondani? Elköszönni! Na, elköszönünk tőletek! Még egyszer mindenkinek meg szeretném tényleg köszönni az 50 000 feliratkozást, és én nagyon-nagyon örültem. Egyszer remélem, hogy el fogjuk érni a 100 000-et is, valószínűleg nem mostanában, de majd egyszer biztos, hogy el fogjuk érni, nem is nagyon remélem. És tényleg mindenkinek meg szeretném köszönni a sok jó hozzászólást, a tényleg a feliratkozásokat, a régi nézőknek is ugye meg szeretném köszönni, hogy még mindig itt vagytok, és nézitek a videókat, már akik itt vannak, ugyanis biztos, hogy sokan eltűntek, sokan biztos visszajöttek. Az új feliratkozókatnak is meg szeretném köszönni, és üdvözölni őket itt a csatornám. Úgyhogy a jövőben is meg fogok próbálkozni érdekes videókat készíteni, több helyre el fogunk majd menni, valószínűleg legalábbis nagyon remélem. Ahogy mondtam, amint a Davis egy kicsikét idősebb lesz, ugye majd jobban bírja az autózást, több helyre meg messzebbre el fogunk tudni menni. Úgyhogy ezt a videót itt most befejezem, mindenkinek további szép napot, még nem. Jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani, és ne felejtsétek el szombaton, vagy vasárnap, valamit szeretnék majd veletek osztani, és játék is lesz, ugye az órát ki fogjuk sorsolni, bár lehet, hogy az órát csak jövő hét elején. Ma meglátjuk, de valamit a hétvégén meg szeretnék veletek osztani, remélem, hogy tetszeni fog majd mindenkinek, hogyha rendesen fog működni. Amint rendesen működik, mert minden rendben van, meg fogom veletek osztani. Majd meglátjátok. Én szerintem érdekes. Aztán lehet, hogy nem. Na ugye. Úgyhogy. Mit? Hogy az új epizód 3 ennek a Batman játéknak most két ureg. Igen. De most tudom, akkor... sziasztok most. Szia. Lehet, hogy azzal is tudunk játszani. Lehet, hogy valakit érdekel. Hát én akarom mondani. Hát, nem akar? Jó a csatornának. Nem? Miért nem jó a csatornának? Violent. Ez nem olyan Batman játék, mint egy... Ma majd meglátjuk. Na minden, úgyhogy már ennyit, mindenkinek további szép napot, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!